Három hete van itt az öretek. Három napja. El kell mondanom, hogy felgyulladt a Snapchatem, amióta a kreatív megírta, hogy a Dancsó Peti műsort kap a Viaszaton, hogy miért nem én kapom, meg mi az, hogy ez a kretén, meg ilyesmi. Most kell elmondanom, én leszarom a Dancsó Pétert. Én például most azt csinálom, hogy szakadó esőben átveszem a fejlámpát, ugyanis küldtek SMS-t meg e-mailt is, hogy megjött. Sikerült egy ilyen vakupapucsba rakhatós pöcköt, ami ugye tartja az egész szettet a témán, műanyagból, fröccsöntött műanyagból megcsinálni. Rossz pont. De legalább menetes. Az azért jó, mert rá lehet tenni állványra, a hatalmas nagy eszközt. Hihetetlen nagy előnye a rendszernek, hogy egy darab háromás elemmel működik. Vannak még hátrányok, például ez a kis elem kivevő pöcök, ami tök jó, hogy van, bár minek túl hosszú ahhoz, hogy vissza lehessen hajtani, tehát be kell csiptetni ezzel a fedővel. Bevilágítsa a pofámat! 1 méterről 120 lumen. Ne. Wow, baby! Így fogom ezen túl nyomni! Na, már is mutatom, mi a gond a cájga. Nem lett belőle más, mint egy csodálatos, undorító fejlámpa. Interjú helyzetekre. De a fénykör, amit csinál, az mindig konstans. Irányított fénye van, ráadásul fölfelé csal, alulról kell mindent fényképezni. Ez viszont gáz. Mi van, ha teszünk rá egy kis szoftot? Akár be is jöhet. Na szóval, méretre vágtam egy picike papírfecnit. Itt van papírtép, és szépen megmókoljuk. Rátesz, ráragaszt. Hatalmas nagy művészet. Azt bírom a filmezésben, a videózásban és mindenféle ehhez köthető szakákban, mint például a világítás, hangtechnika, talán a kameratechnika az kevésbé ilyen, hogy iszonyatos mód lehet kreatívkodni mindennel, hiszen úgy se látszik a felvételen. Nagy forgatásokon is vannak néha olyan hihetetlen gagyizások, hogy eldobja az ember az agyát. Aztán közben meg a filmen látsz bőle valamit? Nem. Azt hiszitek, a Star Wars nincs tele ilyenekkel. Hát, de... Igen, belegondolva cigi papírral is meg lehet ezt csinálni. Huállé, hát nem valami gyönyörű, de meglátjuk. Haha! Sokkal jobban szét van dobva. Így egy picit vinyett effektet csinál. Ugyanúgy, mint a nagy lámpa. Zseni vagyok, mama. Zseni. Hú, szar. Hő, jó! Na hát kérem, kis kuplerájas otthonunkban hamarosan vendégek érkeznek. Basszus, levettem ezt a hülyeséget. Így, much better. Szóval most az fog következni, hogy a több napja elfelejtett és szüzenhagyott e-mailezésemre fogok válaszolni, ami most kivételesen nem üzleti dolog, nem árajánlat, hanem Facebookos rajongói e-mailek. Valaki küldött zenéket, lehet küldeni zenéket. Lehet velem kommunikálni, néha tűnök csak el, de általában bepótolom, mint most. Úgyhogy, go!